A kormány döntése értelmében a karcagi önkormányzat tulajdonában álló Karcagi Járásbíróság, Karcag, Kossuth tér 5 szám alatti ingatlan állami tulajdonba kerül. A kormány döntése értelmében a Karcagi önkormányzat tulajdonában álló Karcagi Járásbíróság, amely Karcag Kossuth tér 5 szám alatt található, állami tulajdonba kerül. A pénzügyminisztériumban Varga Mihály pénzügyminiszter és Szepesi Tibor Karcag polgármestere írta alá a Karcagi önkormányzat és a magyar állam közötti ingatlan szerződést. Az aláíráson jelen volt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, földügyi kormánybiztos. A megújult, kibővített igazságügyi palota Karcag város büszkesége is része lesz. Egy több éves előkészítő munka eredményeként most az első lépés megtörtént, az állam megvásárolja azokat az ingatlanokat, amelyeket fejleszteni fog, bíróság ügyészség elhelyezésére szolgáló, jövőbeni méltó elhelyezésére szolgáló ingatlanokat, utána kezdődik a felújítás, illetve egy új szájnak az építése. Így el tudjuk azt érni, hogy 21. századi színvonalú igazságügyi palota lesz a karcagi főtéren. A város fejlesztésében ez egy nagyon jelentős, jól látható előrelépés lesz. És egyúttal szolgálja a polgárok számára az egészségügyi szolgáltatásoknak a biztosítását, a város Nagymunság fővárosa szerepkörét is eredményesen tudja majd betölteni, és illeszkedik abba a sorban, amit az elmúlt esztendők fejlesztései hordoztak az ipari parkban, a munkahelyteremtésben, a rendőrség építésén keresztül, és bízom benne, hogy ez a sor majd folytatódni fog a jövőben is. Egy alapos előkészítő munkára már többen utaltunk, hiszen több szereplőnek kellett együttműködni, és ez a jövőben is így lesz. A magyar államnak, a bíróság és ügyészségi szervezetrendszernek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-nek és a városi önkormányzatnak. Én biztos vagyok abban, hogy az eddigi előkészítő munka az egy jó alap lesz a kivitelezéshez és a beruházásnak a befejezéséhez, amelyhez sok sikert és kitartást kívánok minden résztvevőnek. A kormány döntése értelmében a Karcagi önkormányzat tulajdonában álló Karcagi Járásbíróság állami tulajdonba kerül. Azaz a bíróság, lakóház, udvar, kereskedelmi egység megnevezésű 3515 négyzetméter területű ingatlan a bejegyzett vezetékjoggal és az ingatlanon fennálló bérleti és használati jogviszonyokkal terhelten megvásárolja a városi önkormányzattól. A vételár 396 millió forint, amely független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi érték. Egy hosszú folyamatnak vagyunk a végén. Mindenek előtt örülök annak, hogy polgármester úrral, képviselő urakkal ezt a folyamatot eredményesen végig tudtuk vinni, hiszen évtizedes, vagy talán még régebbi probléma, hogy a karcagi bíróság és ügyészség elhelyezését az állam meg tudja oldani, másrészt pedig a Karcag fejlesztésébe beleilleszkedő olyan új épületek szülessenek a főtéren is, amelyek méltóképpen jelzik és jelentik a város minden lakója és minden látogatója számára, hogy Karcag egy dinamikus város, egy fejlődő város, amelyik a 21. században is képes előrelépni és fejlesztéseket végrehajtani. A járásbíróság, ügyészség épülete állami tulajdonba fog kerülni. A vételárat, mégis pénzügyminisztériumban vagyunk, említsük meg, ugye 396 millió forint, tehát közel 400 millió forintról van szó. A probléma ugye az ügyfelek részéről is jelentkezett, hiszen zsúfolt és nehezen használható terekre oszlott az a rész, amelyikben a állampolgárok a saját ügyesbajos dolgaikat intézhették, tehát ennek a megfelelő szintre hozása mindenképpen egy fontos szempont az állami intézmények részéről. Természetesen továbbra is partnerként szeretnénk a várossal együttműködni abban, hogy a bírósági épület, ügyészségi épület, valamint az ahhoz csatlakozó részek megszépüljenek, megújuljanak. Ezért készen állunk arra, hogy a következő időszakban is azokban a fejlesztésekben az állam a maga módján, maga lehetőségeiben részt vegyen, ami Karcag szebbé tételét jelenti. Amit talán még érdemes elmondani, hogy magam is, mint egykori karcagi parlamenti képviselő, örömmel gondolok arra vissza, hogy most egy olyan épület kerül állami tulajdonba, amit Madarász Imre egykori
református lelkész országgyűlési képviselő kezdeményezésére épített meg a város. Hát öröm az, hogyha itt századokon átívelő történeteket tudunk továbbírni és tovább folytatni. Azon vagyunk, hogy ne csak a múlt századi elődeinknek, hanem minden elődünknek meg tudjunk felelni azzal, amikor a város jövőjét, jelenét és jövőjét tervezzük meg. Bízom abban, hogy a mostani adásvétellel ehhez tudunk valamennyien hozzájárulni. Karcag főterén a járásbíróság még Madarász Imre református lelkész országgyűlési képviselő kezdeményezésére épült fel 1891-ben. Az egyemeletes épület azóta is bíróságnak és ügyészségnek ad otthont. Jelenleg a karcagi járási ügyészség, valamint a karcagi járásbíróság, illetve több üzlet található az épületben. Nem csak meghatározó épülete a városnak, hanem meghatározó funkciója is, hiszen egy járási feladatokat ellátó település, egy járási feladatokat ellátó önkormányzat életében nagyon fontos a bíróság, és ugye mostantól majd az ügyészség elhelyezése is. Én azt gondolom, hogy ezzel az adásvétellel és azzal a lehetőséggel, amely Karcagváros részére adatott, hogy egy állami intézményként az ügyészség, a járási ügyészség és a járási bíróság elhelyezését szolgálja, tovább fog fejlődni Karcagváros. Tovább fog fejlődni Karcagváros főtere, hiszen egy olyan impozáns épület kerül majd felépítésre, megépítésre, amely a továbbiakban is erősíti azt, hogy Karcag járásközpont maradjon, járásközpont legyen, meghatározója legyen a járásnak, és természetesen ez az épület is a város központjának építésére, szépülésére fog szolgálni. Évekkel ezelőtt a megyei főügyészség és a bíróság is jelezte az önkormányzatnak, hogy zsúfoltak az irodák, a nem megfelelő körülmények az ügyfélfogadást és az ügyintézést is befolyásolják. Megfogalmazódott az igény a fontos közfeladatokat ellátó szervezeteket feladatukhoz méltó körülmények közé helyezzék el. Ennek érdekében az önkormányzat felkérésére 2016. márciusában elkészült egy vázlatterv. Ennek lényege, hogy a most megvásárolt ingatlan egy része felújításra, egy része pedig elbontásra kerülne, helyére új épület kerülne felépítésre. Kevés olyan város van, amelynek országos jelentőségű, állami szintű funkciót betöltő szervezetei egy város tulajdonában voltak. Ez mutatta azt, hogy a nagykunságban a kunok igyekeztek mindent a saját tulajdonukba tartani, még az épületeket is az állam ezektől a településektől, Karcagtól bérelte. És most ez megszűnik, hiszen a bíróság épülete is állami tulajdonba kerül, amely ugyan tulajdonosváltást jelent, de nem jelenti azt, hogy elkerül Karcagról, nem lesz ugyanúgy ez az épület a karcagiaké, nem lesz ugyanúgy a közös épületünk, ha állami vagy városi tulajdonban van. És ez egy első lépés. Egy olyan első lépés, amely nagyon sok lépés előzött meg, hiszen nagyon hosszú munkába került az, hogy megegyezés szülessen a város és az állam között. De első lépés abból a szempontból, hogy így az állam a saját tulajdonában lévő bírósági épületet fel tudja szépen újítani, és hozzá tud építeni egy új funkcióval bővelkedő ügyészségi épületet. Tehát ezt az első lépést több lépés fog követni, amely azt jelenti, hogy a nagykunság fővárosának főtere meg fog szépülni, meg fog újulni, és az új ügyészség épületére is úgy fogunk tekinteni, mint azokra a 19.-20. század fordulóján épült épületekre, amelyek mutatták a gazdasági fellendülést, mutatták az ország gazdasági erejét, és amelyek mutatják most Magyarország gazdasági erejét. Én köszönöm ezt a döntéshozóknak, és köszönöm azt, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy a munkának megvan a gyümölcse, látható gyümölcse, és több száz évig az utókor látni fogja ezeket a régi, és remélhetőleg nem sokára új patinás épületeket. Az így kialakult együttes épület emeleti szintjén és a tetőtérben kapna helyet a bíróság és az ügyészség megújult környezetben, az alsó szinten pedig üzletsor kerülne kialakításra.